idén megrendezésre került a 16. Story Gála. Nekem ez az első, de azt mondják, hogy ez a legizgalmasabb, úgyhogy összegyűjtöttem nektek a legjobb pillanatokat. Én vagyok itt a Csóró Lali, megcsináljuk a műsort, a lényeg, hogy mindenkit várunk, hogy részeg legyen. Részeg lesz, táncolni fog, a szarra is. Nincs itt a kiszeltünk, de bár a... sőt! Hát a rosszabb hangulat, hiszen ha nézzük a tündit, akkor nyilvánvalóan egy nagyon picit az embernek feldobja a hétköznapjait. Én azt gondolom. Én így vagyok a Győzivel is egyébként. Tehát én szeretem azt, amikor ő van, mert akkor én ki tudok kapcsolni, és tudok mulatni a tévé előtt egy másfél órát önfeledten. És ki a Lekosz? Hát az a legkeményebb. A Terminátoros cucc az Alekosznak, az minden idők legnagyobb. Ez így van. Amúgy én most idén ilyen egyszerűre vettem a figurát, mert szerintem most már... Eltartó bugyi? Jó, hát ezt nem mondtam, hogy bugyi is van rajtam, mert eltartó azt talán. Na mindegy, ebben ne is menjünk bele még. Várj. Mi a téma? Fürő téma? De amit az idejéből nagyon szeretnék kiemelni, hogy a sztár produkció, ez valami fergeteges volt. Tehát amit a Conchita Wurst énekelt bent, így szerintem mindenkünk úgy nézte, hogy hihetetlen. Én tavaly megismerkedtem Győzikével. Star Wars, Lollipop, igen, na ez nem a Lollipop. Gabi rosszul tudja, a Lollipop az szállók, hasítok, hangerie, Lollipop, lányok, na mit adok, hangerie, Lollipop. Nem lesz halag a másikra, hogyha esetleg ő nyer? De mindenképpen, nem vicces. Végre valaki szítja a bulvárt. Vicceltem. Mit jelent az, hogy néha pusztulnak körülöttetek a dolgok? Egyszer vett egy dobostortát a barátom, nem és igaz, ahogy megpróbáltuk megenni, hát így ketté esett, de én ennyi volt a tetejővé az alja, úgyhogy megosztoztunk testvérjesen. Az édesanyám miatt tetejem, mert ő ezt nagyon tetelje, szereti. Tetelje, ászállotta, cinege. Filipe, meséltetek, hogy jó csajokat keresetek a kliphez, az meg lett végül? Ezt ki mondta? Ezt szerintem Oliver mondta. Nem tudom ki mondta, de nagyon sok jó csaj lett az előző klipünkben, és igazából köszönjük szépen. Amúgy tényleg kellett volna még srác is, az a vicces, hogy volt 35 lány, és voltunk 4-4-en srác, 5-en srácok. Figyelj a kövire, hogyha jeles, hívjatok már meg. Jó. Most hivatalosan is és szeretettel meghívlak a következő klipforgatásunkra. Nekem nagyon fontos, hogy milyen ruha van rajtam, fontos, hogy jól érezzem benne magam. Amúgy ez a Becker Beatrix tervezésű ruha. Tudod, mi a baj? Ez így lehetne egy kicsit, így ennyivel följebb, így. Utassuk meg. Úgy gondoltam, hogy szeretnék egy kicsit visszafogottabb ruhában jönni, bár a dekoldás azért megvan, meg a hátam is. Uti, az igen. Kivágott, nem akartam túlságosan mindent megmutatni, csak sejtelmesen. Arra várok, hogy mindenki részeg legyen, míg mindenki napogatózik, nézelődik, például Ada rám például. Hajt. Igen, Ada rám mutassuk hajt. Meg! Sajnos Ada rám hajt. Szerintem rám, ugye? Igen, nem, az a baj, két gyerekkel nem biztos, hogy bevállalom, de lehetséges, hogy... Igen, lehetséges, hogy jöhet. Van a rádióban egy ilyen közös díjfalunk, ahol ott van egy csomó díj a Ferinek, meg nekem, meg a Janinak az a kevés, amit ő kapott szegényként, mert ő nem kap sokat azért, úgyhogy hát oda szoktuk fölrakni, senki nem viszi haza, nem bevisszük a saját szerkesztőségi szobánkba, és akkor minden nap nézegetjük, hogy milyen népszerűek vagyunk, idézőjelesen persze. Teljes mértékben gyümölcsös ízű, én minden másnap fürdök, húsvét, illetve karácsony. De tényleg ez az arab szakálló, ez adja. Tehát, tudom, hogy a képernyőn nem jönnek át a szagok, de hogyha megszagolsz... Ha átjönne, akkor nagyon sok... A nédén... Hát ilyen bivennék a kis tálat, és akkor hánynak az emberek. De hát... Hál' Isten, nincs ilyen probléma. Még jó, hogy nem nédés az RTL. Ugye? Hála jó Istenem. Én Magdi anyussal buriznék egy komolyabbat. Én is tök meglepődtem, hogy él amúgy. Csókolom. Tényleg, szeretném bulizni vele egyet. Számot köszönjük! Kérni. Persze! Kérném szépen, puff nekitől az Elestem a motorra című számot! Köszönjük szépen! Kinek küldenéd? Mindenkinek, aki... Ja, ne. Sziasztok!